Köszöntöm Önöket Szivárvány magazin műsorunkban. Hatalmas bulival búcsúztatták a 2014-2015-ös tanévet a szabadtéri színpadnál június 13-án. A Kulturális Központ erre a napra két koncertet szervezett, amelyeken nem csak a diákok, hanem az idősebb korosztály is jól szórakozott. Szupersztráda nyitotta a már hagyományosan a tanév végén megrendezett bizonyítványbulit. A debreceni zenekar legtöbb tagja ma már nem aggódik a középiskolás bizonyítványok miatt, hiszen már az egyetemi éveiket töltik, de még így is hoz nekik némi izgalmat a tanév vége. Nekem az érettségimet volt nagyon jó élmény átvenni, ez már idestova 3 éve, most pedig a diplomára gyűrök a Debreceni Egyetemen. Igazából ennyi. Én is a Debreceni Egyetemen tanulok, az agráron, természetvédelmi mérnök szakon, most írom a szakdolgozatomat, igazából jövőre már államvizsgára fogok készülni, hát remélem jól fog sikerülni. Az, hogy én jól tanultam, az szerintem relatív, tehát én úgy gondolom, hogy magamhoz képest szerintem jól tanultam, megpróbáltam maximumot kihozni, ennek köszönhetően ugye fel is vettek az agrára, természetvédelmi szakra. Most jelenleg, ha őszintén szeretnék beszélni, azt mondanám, hogy a zenélés az egy picit a tanulás rovására ment, de szerintem ez a szakma úgymond ezzel jár. Sokan ünnepelték a bulin a saját, vagy az ismerőseik iskolai eredményeit. Igazából 4-es fölötti átlag meglett. Egyedül azt hiszem egy 3-asom lett, szóval ahhoz képest amennyit tanultam, szerintem teljesen jó. Akkor most te is ünnepelsz? Nyilván. Mindenki. Nekem tulajdonképp a barátom szerzett most bizonyítványt, és én eljöttem vele. Nagyon szeretem a rockzenét, és hát nem ismerem a 30Y-t, de alig várom, hogy megismerjem. Az első találkozás végül jól sikerült, hiszen a 30Y felketeges hangulatot teremtett a füllet nyári estén. A 15 éve Pécset alapult zenekar névválasztása különleges, ritka, hogy pont az üzenet nélküliség lenne a szempont egy együttes elnevezésénél. Van egy ilyen, legalább egy ilyen 150 féle történetünk erről a névről. A legnépszerűbb történetünk az valószínűleg a legigazabb is, hogy volt egy buszjárat Szombathelyen, a 30Y-os buszjárat, ami a vasútállomás és a Zoladi lakótelep között közlekedett, és történetesen laktunk ott mind a ketten, igaz, nem egy időben. És sokat közlekedtünk ezzel a busszal. És gyakorlatilag, amikor egy zenekar nevet választ, marha nehéz nevet választania. Mert hogyan választasz egy nevet? Úgy, hogyha nyitva akarod hagyni azt az utat, amit be akarsz járni, vagy azt a teret. Szóval kitalálsz egy nevet, amelyik alapvetően egy stílus meghatározáshoz kötődik, akkor hogyan vagy zenész, aki bármit játszhat? Szóval, hogyha a nevedbe bemondasz, hogy ska, akkor marha nehéz egyszer csak nem skát játszani. Hogyha a neved utal a műfajra, akkor gyakorlatilag pont azt a szabadságot veszted, de ami miatt zenélni jó. A programnevek is furcsák vagy ostobák, mert egyszerűen az van, hogy azok, amik jelentéssel telítődtek már meg, azokat nem tud megtölteni újabb és újabb jelentésekkel. Szóval azt képzelem, hogy lehet, hogy a zenekarokat szimplán sorszámozni kéne, nem is tudom. Nem hiszem, hogy van jelentőség a zenekari névnek. Alapvetően a zenekari névnek onnan van jelentősége, hogy a zenekarnak van valami jelentése. Szóval az a helyzet, hogy minden zenekari név attól jó vagy rossz, hogy a zenekar feltölti azt valamilyen jelentéssel. A választásuk jól sikerült, hiszen ma már sokan ismerik a 3 karakterből álló nevet. A dalaik a mindennapok különböző pillanatai dolgozzák fel. Hajdú Szoboszlón igyekeztek az élet vidában boldalát megragadni. Hoztunk ilyen nyári dalokat leginkább, próbálunk nem annyira... Ezek ilyen nem annyira a depisebb oldala lesz, azt hiszem talán műsoron ma a zenekarnak, de hát nem tudom, majd meglátjátok, ja, hogy nem hiszem, hogy különös tekintetben. Mert akkor lennék ilyen könnyű helyzetben, hogyha ilyen programzenekar lennénk. Szóval lenne például nőnapi műsorunk, anyáknapi bizonyítványosztásra, gyermekszületésre, esküvőkre, csak akkor nem mi volnánk az a 30Y nevű zenekar, aki állandóan
azt képzeli el, hogy ő csak így belebeszél a világba, aztán akkor vagy hallgatják, vagy nem. Szóval hogy az a helyzet, hogy amit mára kitaláltunk, az egyfelől adott abból, hogy beleszagoltunk egy picit a hajdúszoboszlóba, a gyógyvízbe, meg minden. Szerintem magunkhoz képest, bár azért, hogy mondjam, életigenlő zenekar vagyunk, de MOL-ban, szóval, hogy azt hiszem, hogy a mai koncert mindenképpen az életigenlésről fog szólni. Sokan utaztak Hajdúszoboszlóra más városokból, hogy itt ünnepelhessék a tanév végét. Örülök, hogy ide a közelbe jött a 30Y, mert Debrecenből érkeztünk, és örültünk, hogy végre itt vannak, mert hogy tavasszal nem volt Debrecenben koncertjük. Bár a buli után még volt egy nap az iskolából, minden diák megkönnyebbülten lélegzett fel a tanulással töltött hónapok után. Nekik küldtek egy kis életbölcsességet a 30Y tagjai. Rájössz arra, hogy voltak éppen jegyeket kapni, vagy papírokat arról, hogy éppen mit tudsz, vagy mit nem tudsz, az egyáltalán nem érdekes. Szóval egy idő után arra ébredsz rá, hogy gyakorlatilag nem az a kérdés, hogy kívülről hogyan értékelnek téged, hanem az lesz a kérdés, hogy te magad hogyan tudsz megbirkózni azzal a fickóval, aki aktuálisan vagy. Vagy ha lány vagy, akkor persze azzal a lányjal. Szóval hogy tudsz megbirkózni azzal az emberrel, aki lettél? És ilyen tekintetben azt képzelem, hogy minden érettségiző, aki most azt gondolja, hogy állatira megszabadult a vizsgakényszertől, az a helyzet, hogy valószínűleg egész életében ilyen vizsgaszituációkban lesz, de sokkal inkább úgy, hogy ő maga lesz az, aki folytonosan rákérdez saját magára. Jó döntéseket hozzá, helyesen cselekszik-e, azoknak a normáknak megfelelően működteti a dolgait, amikben ő hisz, vagy éppen szembe megy vele. És ezekre minden nap válaszokat kell adni.